fényképére a szalag feltűzésére váló diákokat. Talán első, egyetlen és utolsó alkalom, hogy a végzős évfolyam tanulói együtt állnak egymásra figyelve iskolák aulájában. A 12. A osztály, Radasics Csaba tanár úr osztálya, 12. E osztály, Léba Balázs tanár úr, majd Szabóné Puc Alexandra tanárnő, végül Pirazicsné Parag Szilvia tanárnő osztálya, és a 12. D osztály, melyet Dóban Benhara tanár úr igazgatott. A mai nappal valami elkezdődik. Elkezdődik a búcsú. Búcsú a diákévektől, a társaktól, a tanárainktól, a búcsú kezdete az ifjúkor meghatározó élményétől, a középiskolától. Baló Viktória 12. K-osztályos tanuló a gondolatokat Lásbántól macsolja. Egy napon visszajössz hozzám,
fertőzésére és viselésére készülő diákok érzései Tóth Katalin 12. leosztályos tanuló fogalmazza meg. Tisztelt igazgatónak, tisztelt tanáraim, kedves osztálytársaim, kedves diáktársaim! Nehéz most szavakat találni, láthatottan állunk itt. Felnőttekké váltunk, legalábbis hivatalosan. Úgy gondolom, mindannyian vártuk ezt a pillanatot. Még csiszolódnunk kell, mert egyre inkább felismerjük tapasztalatlanságunk, és minél közelebb érezzük magunkhoz a felnőttkort, annál homályosabbnak tűnik számunkra. A szalag jelzés arra, hogy felnőttünk. Szüleink igyekeznek elengedni a kezeinket, és elfogadni feltétel nélkül, hogy képesek vagyunk felelősségteljes döntéseket hozni, és azzal megalapozni jövőket. Most visszagondolva, nagyon hamar elrepült az idő, talán már nem is ismernék rá a régiómagunkra. Akkor még megszakadt elindultunk utunkra, viszont az új helytől való félelmünket rövid időn belül legyőztük. Az első savatunk és az András napok élményei, illetve az ezekre való készülések mind csak jobban és jobban kovácsolták össze az osztályokat. Sokan mondják, hogy középiskolás éveink talán a legszebbek lehetnek életünk során. Szerencsére van még pár hónapunk ballagás előtt, hogy ezeket az élményeket szaporítsuk. Fel kell készülnünk, hogy ismét egy új, számunkra ismeretlen világ tárul elénk, ahol elképzelhető, hogy néha hiányozni fog egy a folyosón hozzánk intézett bók, vagy egy jól ismert tanár sokat mondó mosolya. Legtöbbet osztályfőnökeink bajlódtak velünk, akiknek ezúton minden szívből köszönünk, de kérjük, segítsenek megtenni nekünk az érettségihez vezető utolsó lépéseket. A feltűzött szalag jelzi, hogy hamarosan véget ér számunkra a középiskolai élet, és helyünkre lép a következő évfolyam, akiknek baráti jó tanácsként azt mondjuk, hogy igyekezzenek még nálunk is jobban élni az iskolától lehetőségekkel. Tanuljanak, mert van kivel. Mókázzanak, mert van kivel. Mi már tudjuk, kár ezekből bármit is elmondasztani. Diáktársaim, fel kell dolgoznunk, hogy a következő pár hónapban a tanulásra és a jövőkre való készülésre kell, hogy figyeljünk a legjobban. Közeleg az érettségi, ami egyben a múltunk és a jövőnk. Ez a nap viszont még legyen az önfelett ünneplésé. Felkérem Herceg Lászlóné igazgatónőt, hogy köszöntse a szalagfertőzés pillanatára váló végzős osztályokat. Kedves H-s diákok, akik 12. évfolyamosok, vagy így, vagy úgy, vagy 5. éve ide járnak az iskolába, vagy 4. éve, vagy 2. éve, és vannak persze egyéb évek is, hiszen a később csatlakozott esetleg a mi közösségünkhöz. Nagy tisztelettel köszöntöm természetesen kedves kollégáimat és különösen az osztályfőnökötöket, hiszen az előbbi elmondta Kata, és nagyon helyesen, hogy azért jó a tanári part természetesen, jó az iskola, és nagyon sokat köszönhetek valóban az osztályfőnökötöknek. És ahogy így Kata beszélt, illetve Viki is, az jutott eszembe, hogy itt mindig egy kicsit olyan ballagás hangulat van. Tehát lehet, hogy tőlem is most ilyet vártok, hogy a nagybetűs élet, meg hogy felnőttetek, egyébként hallottuk is milyen Katától. Ezeket a szavakat majd a ballagásra tartogatom, meg a szép kerek mondatokat is, hiszen ez a mostani kis közös ünnepségünk, ezt mondhatom úgy, hogy az utolsó, hogy ti a végzősök, az érettségihez közeledők, illetve a tanár kollégákkal együtt, tehát egy szűk közösség, itt együtt ünneplünk, egymást ünnepeljük, és természetesen nem sokára fertőzésre kerülő szalagot. Azért óhatatlanul mégis ez a felnőtté válással kapcsolatban mégis mondanom kell valamit, hogy itt a kis műsorotokat néztem, végignéztem rajtatok, és most volt csak 12. éve, amit nem tanítottalak, de természetesen nagyon ismerős, különösen néhány nagyon aktív diák, vagy így, vagy úgy. Kosszalassatod és a többi, igen. Diák önkormányzat és szorolhatnám. De a másik két osztályon, a végignézek, bizony őket elsőre tanítottam. És szóval valóban, amikor beléptek az iskolába, ilyen Istenem, hol vagyok és hol álljak, típusú gyerek sereg jött, aztán való igaz,
Katának megint igazat kell adnom, hogy nagyon hamar feltalálták magukat. Itthon érezték magukat, de ennek örültünk is természetesen. És bizony kellett ilyen mondatot mondanom, talán még emlékeztek rá, hogy gyerekek, a bölcsi az ott van, a másik oldalon. Nem tudom, erre a mondatomra emlékeztek, néha ezt mondanom kellett, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy ilyen kis jó kis csapat épült, és valóban most, hogy rátok nézek, ez a sok szép hölgy és úr, hogy meglepődött, hogy valóban elszaladt ez a pár év, és most itt állok. Én abba bízom, hogy nem csak külsőleg vagytok szépek, ünnepélyesek, hölgyek, urak, hanem belsőleg is úgy gondoljátok, hogy ez a szalagavató, ez egy olyan állomás, ami egy figyelmeztető, hogy úristen, egy pár hét, egy-két hónap, és itt lesz egy komoly megmérettetés. De tudjátok, ismerjétek azt a mondatomat is, hogy a kedves nem jegy, hanem a jó jegyek a jegyek. Tehát tisztességgel fel kell készülni, hiszen ezt az utolsó pár hónapot most azt ajánlom Kata szavaival ellentétben, hogy ne ez az utoljára jó emlékeket gyűjtsünk és jókat bulizzunk csakhol, tehát ne csak erről szóljon, hanem valóban arról szóljon, hogy készültök arra komoly megmérettetésre, és el kell mondanom, hogy ez a készülő életbizonyítvány majd végig fogja kísérni a munkát, és nem mindegy, hogy milyen jegyek szerepelnek benne, milyen minősítés. Egyrészt egy csomó munkahelyen meg kell mutatni, másrészt meg a továbbtanulásnak is esetleges feltétele, tehát tényleg azt kérem tőletek, hogy ezeket az utolsó időket is vegyétek komolyan. Nem sokára valóban fertőzésre kerül a mi zöld, fájzöld szalagunk, és ez a fájzöld szalagból azért annyit szeretnék mondani, hogy egy olyan jelkép, amely a fájhoz való tartozás jelenti. És szeretném, hogy mindahogy én is büszke vagyok arra, hogy a fájban dolgozhatom, egy fáji szakgimnáziumot vezethetek, és kollégáimra is, és látok, és remélem, hogy ti is szeretitek az iskolát, az intézményt, és büszkén fogjátok viselni a fájhoz való tartozásnak a jelképét. Természetesen azon kívül, hogy egy jelkép, ha ránéztek, mindig azért az is jusson eszetekbe, mint ahogy az előző mondataimban mondtam, hogy maturandusok vagytok, itt a nyakatokon az érettségi, ránézel, ja, tanulnom kell. Tehát azért ez is jusson eszetekbe, de kétség kívül, hogy ez a közösséghez való tartozás. Még egy dolgot szeretnék mondani, ennyi idős fejjel ezt már bizton állíthatom, hogy a középiskolás közösség meghatározza az ember életében. Tudom, hogy volt már ilyen avisballagás, bölcsisballagás, meg minden egyéb, tehát voltak közösségek, általános iskola, stb. Én azt gondolom, hogy ez az az időszak, és ez most teljesen mindegy, hogy 11-be kezdtétek el, vagy pedig 9-be, vagy nyelvi előkészítővel kezdtétek, hogy ezen évek alatt valóban felnőttetek, testileg, lelkileg, szellemileg, és ez az az időszak, amikor kialakul egy olyan közösség, amelyet már nem fogtok elfelejteni. Tehát amikor majd jönnek az érettségi találkozók, és az majd az 5-10, 15, 20, 40, 50, annyira jó lesz majd találkozni, és visszagondolni arra, és poénkodni, hogy tudjátok, amikor. És valóban azt kell mondjam, hogy én is, magam is nagyon nagy szeretettel és örömmel gondolok vissza mindig arra a közösségre, amely a középiskolás éveket jelentette, és bízok benne, hogy majd nektek is így van, így lesz. Még a közösséggel kapcsolatban szeretnék, mégis mondottam egy szép idézetet az ikeresek, és sok-sok idézetet elolvastam, hiszen az internet világában tudjuk, hogy beütött szalagavató osztály, kijön 100 000 idézet, de mégis egy nagyon rövid mondatot választottam dr. Katona György szavait, aki az egyetemnek a rektor helyettese. Egy olyan jó mondatot mondott, amire bízok, hogy ti is úgy gondoltok, hogy ez a fájra, rátok, a mi közösségünkre jellemző, tehát zászlóként az ő mondatát idézném. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amely elfogad és támogat. És befejezésül tényleg csak egy mondat, hogy a mai estére, az elkövetkezendő időre jó szórakozást kívánok nektek itt az iskolában és természetesen utána is, és helyetek szívesek a fájhoz méltóan viselkedni az utána a következő időben is. Ne tapossátok el a kezeiteket, jó? Köszönöm, hogy meghallgattatok. A végzősök nevében köszönetet mondok igazgatónőnek,
tanárainknak lelkiismeretes munkáért, mely hozzájárul ahhoz, hogy most itt állhassunk. Egy szálvirággal szeretnénk megköszönni a sok törődést, áradozást és szeretetet. Iskolánkban lassan hagyományjá válik az, hogy a tanári kar a jeles ünnepeken a mindig fáradhatatlan Szabó Miklóské Ági néni vezérletével valamilyen dalt vagy éneket ad elő. Nem lesz ez másként most sem, és kérem, fogadják szeretettel a most következő produkciónkat. Thank you.
És most megkérjük osztályfőnökeinket, az iskolában való közelgő búcsút jelképező szalag feltűzésére. Thank you.
hamarosan búcsúznunk kell. Tovább kell mennünk, hogy értelmet adjunk az iskola, tanáraink és a magunk fáradozásainak, hogy elérjünk kitűzött céljainkat. Mert hogy álmaik végül valóra válnak el, csak rajtunk múlik. A 12. D-osztály gondolatait Nagy Violetta foglalja össze. Micsia Nikoletta gyönyörű álom volt. Gyönyörű álom volt, csak túl gyorsan véget ért. A szívem más tervezett, de a sorsom utolért. Fájdalmas a búcsú, de választásom nem maradt. Az emlék és a hála a lelkemben megmaradt. Jönnek még új napok, a jövőt nem sejtetem, de a régi könnyeket többé el nem rejtetem. Egy korszak lezárul, ha egy történet véget ér, de mindig új ajtó nyílik, és messze még a cél. Hosszú utál előttem, megállni már nem szabad, de sohasem feledem el a régi kedves arcokat. Kedves tanáraim! Köszönjük, hogy közös műsorunkban jelenlétükkel megtiszteltek minket, és szeretettel várjuk Önöket az osztálytermeinkben.